Ünnepélyes szalagátvágással adták át a Novarez gyár új üzemét Nagybecskereken. A gyárba mások mellett Sinisa Máliszer, pénzügyminiszter és Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke is ellátogatott. Az új részleget a legújabb technológiával és robotokkal szerelték fel. A vállalat sikerességéről Pierre Bullet, a Novarez vezérigazgatója beszélt. Novarez today is a company that employs about 10,000 people. We make 1.2 billion euros of sales and we are installed in 21 countries today with 40 plus plants. In total we have 50 locations. So this one is only one among the 50 that we have and we are really multicultural. A stabil üzleti környezet megteremtése a köztársasági, a tartományi és a városi intézmények közös munkájának köszönhető, mondta a megnyitón Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke. Ovde u Srednjem Banatskom okrugu imamo najveći rast broja zaposlenih u čitavoj Srbiji. Dakle, gledajući u odnosu na i mereći u odnosu na druge okruge, ovde je najveća rast, najveći broj zaposlenih je ovde. Ez a vállalat is azt mutatja, hogy az elmúlt évekhez képest mennyit fejlődött Szerbia a gazdaság terén, mondta Sinisa Máliszer, pénzügyminiszter. Investícia, koja je vredna 5,2 miliona evra, 50 novih radnih mesta ovde u Zrenjaninu i to pokazuje koliko se Srbija promenila, koliko se Zrenjanin promenio i koliko smo postali atraktivni za investitore i investicije koje dolaze u našu zemlju. Az eseményen egyebek mellett jelen volt még Gorán Knézsevics gazdasági miniszter, Frederic Mondolini francia nagykövet, Nagybecskerek helyi önkormányzatának képviselői, valamint a Novarez vállalat illetékesei.